Köszöntöm a Pécsi Kör nézőit, tartsanak velünk! Hatvan éve forgatták a Tenkes kapitányát Siklóson, kiállítással emlékeznek a kultuszteremtő alkotásra. Erő, élni akarás a háború szörnyűségei között, ukrán fotósok képeiből nyit kiállítás Pécsen. Egyszerű megfogalmazás, beszédes képek, Herczeg László festményei a Gebauer galériában Pécsen. Újra hasznosított anyagból művészet, még láthatók a Lokárt Fesztivál kiállításai Pécsen. A Tenkes kapitánya filmsorozatra emlékeznek a következő időszakban a Siklósi várban. Idén 60 éve, hogy a baranyai helyszínen forgatták a kultikus alkotást. Az emlékek bemutatása mellett arra is választ kaphatnak a látogatók, hogyan tehetik ismerté a film történetét a fiatalok körében. Eszmétes úr, jelentem, a Tenkes kapitányát elfogtuk! Minden, még ez az apró jelenet is a Tenkes kapitányáról szólt a Siklósi várban augusztus 21-én. 60 évvel ezelőtt forgatták a várban a népszerű tévésorozatot. Ebből az alkalomból nyílt kiállítás, amit egy nyitó ünnepséggel kötöttek egybe. Zenében is felidézték a filmsorozatot, a vár kiállító termeiben pedig a forgatást, a szereplőket jelmezek, fényképek alapján. Jaj, köszönöm! Örök emlék! A szalagátvágás után hivatalosan is megnyílt a tárlat. Az emlékek mellett egy fiatal alkotó képregényként álmodta újra a történetet. Hát az volt a koncepciónk, hogy készítettem először is egy posztert, ami nagyon tetszett itt a városvezetőinek, és ez indított el minket ezen az úton, hogy akkor ezzel a történettel valamit mindenképpen csináljunk még. És kapcsolódott hozzá, hogy ugye 60 éves pont idén a történet, ezért beleszűrtük akkor már a kiállításba az én terveimet is. Ez nem egy folytatás lenne, amit mi elképzeltünk, pontosabban én, ha szabad így megfogalmaznom, hanem egy ilyen kicsit újra gondolt változat. Tehát egy tiszteletbe tartva nyilván az eredetit, de kicsit modernizálni egy mai szemmel azért frissebbnek hasonló. Ez most első körben egy képregényről van szó. Vannak még terveink, meg gondolataink, ezek folyamatban vannak, még ötletelgetünk, de animációba is gondolkodunk, tehát egy rajzfilm is elég jól mutatna, igen. Siklósi vagyok, igen. Valamilyen szinten természetesen kiskoromból is megvolt, de tehát a tavalyi Artra készült az én poszterem, ami elindította ezt. Akkor néztem újra ilyen szemmel, hogy ezzel valamit kell csinálni. És akkor onnan indult ez. Mindenképpen megfogott, mert különben nem is kezdtem el volna ezzel kapcsolatban gondolkodni. Ugye lehet nagyon érezni ezeket a Zorro meg Robin Hood hatásokat, és akkor innen jött nekem ez, hogy ha a Robin Hood működik évek óta, és most is csinálnak ilyen rebootokat belőle, akkor ezzel is lehet csinálni valamit. Tehát hogy mindenképpen van egy ilyen varázsa az egész történetnek, hogy igazából 25-ször megnézem, és akkor se nyomom el. Igazi kultusz teremtett ez a film, mondta a polgármester. A Tenkes kapitánya az alapvetően én azt gondolom, hogy összeforrott annyira Siklós nevével, meg a Siklósi vár nevével, hogy aki ide látogat hozzánk, azoknak a nagy többsége ismeri, tudja, látta ezt a sorozatot, vagy valamilyen úton, módon találkozott vele. És hát ugye a 10 éves évfordulók azért általában a város, illetve a vár szervezésében mindig megünneplésre kerülnek. Már egy évvel ezelőtt készültünk a 60. évfordulóra, és egy kicsit tovább gondoltuk annál, mint hogy bemutassuk azt, hogy milyen eszközökkel, kik, egyáltalán milyen üzenetekkel bonyolították le ezt a fantasztikus sorozatot, mutatták meg azt, hogy a történetiségen túl ez egy nagyon szerethető és egy nagyon emberi kultikus sorozat. Még akkor is, hogyha ugye a fekete-fehér filmsorozat mi voltából fakadon, azért a fiatalokat nehéz megszólítani ezzel az üzenettel. Ezért mi egy kicsit tovább gondoltuk, és arra az összefogásra kerestünk partnereket, ami az idei kiállításban megvalósult, mert hogy a 3 kiállítótérben a kötelező elemeken túl, ami a
nyilván a művészeket, illetve a szereplőket megörökítő figurák, öltözékek, eszközök, egyebek, amik használva voltak egyébként a forgatás alatt is eredetiek, ezeket természetesen egy nagyon komoly gyűjtési akcióval össze kellett szedni. Ezen túl szerettük volna egy adott helységnek a reprodukcióját, hiteles mását megépíteni a Siklósi Várban. Ez Dudva úr vendéglátó egysége, illetve kocsmája lett. És szerettük volna, hogyha egy picit tovább gondoljuk a Tenkes Kapitánya kultuszt, illetve a Tenkes Kapitánya szereplőit, és ehhez találtunk egy olyan fiatal tehetséget, aki kvázi képregény figurákként újra gondolta az akkori szereplőket. Így állt össze igazándiból a koncepció, és hát a Siklósi Vár dolgozói, várkapitány úr, a menedzsmentje, a város önkormányzata, azok a felajánlók, azok a vállalkozók, akik jöttek, segítettek nekünk, azok mind-mind azért dolgoztak, hogy egy fantasztikus kiállítást tudhassunk itt a Siklósi Várban. Állandó kiállítás lesz belőle, tehát a tervünk az az, hogy most a bemutatót követően egy-két hónap múlva átköltözik egy másik helyre, az időszaki kiállítások terméből átköltözik egy másik helyre, ahol végleges kiállításunk lesz. És az is szerintem egy nagyon fontos eleme ennek, itt ki kell emelnem a siklósi ifjúságot, megörökítő a siklósi ifjúságot képviselő Miklós Martint, akinek a kézlenyomata, a rajzai itt a falakon a hármas teremben láthatóak. Én azt gondolom, hogy ezzel mutattunk jövőt a Tenkes Kapitányának. Arról is beszélgettünk egyébként, hogy akár odáig is elmennénk, hogy netán újra forgatnánk bizonyos részeit a Tenkes Kapitánya sorozatnak, és azok, akik ma megtiszteltek minket hajdani szereplőként, még itt vannak közöttünk, és eljöttek ma ide. Úgy látom, hogy nagyon jól élték meg azt a szeretetet, azt a fogadtatást, azt a tiszteletet, ami őket övezi itt. Ez nem is lehet másképp, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy a következő 10 éves évfordulón, a 70-en már egy újabb elemmel tud bővülni majd ez az emlékezés, és remélhetőleg még akkor is sokan itt lesznek velünk a hajdani szereplők közül. A megnyitón részt vett Vajda Márta, akit 19 évesen választotta ki szerepére, valamint ifjabb Zente Ferenc is eljött, aki gyerekként élte meg a forgatást a Siklósi Várban. Ezeket az emlékeket idézték fel ők a lovakteremben tartott pódiumbeszélgetésen. Megtörhetetlenek címmel nyílt fotókiállítás az orosz-ukrán háborúról a Pécsi Civil Közösségek Házában. Két fotós dokumentálta és dokumentálja ma is, mi történik Ukrajnában, milyen szörnyűségeket kell megélniük az embereknek a harci cselekmények miatt. Emberi sorsokat mutatnak be, a képek mellett ismertetőkkel. Így számolnak be arról, hogy mekkora élni akarás, erő jellemzi ebben a helyzetben az ukránokat. A kiállítás szeptember 15-ig látható Pécsen. Üvegszemét tartja a kezében ez az ukrán katona, aki a háborúban vesztette el látását. Az ő tragédiáját is megörökítették azok a fotósok, akik a háború kitörése óta fotózzák a harci események következményeit. Az ő képeikből nyílt kiállítás Pécsen, a Civil Közösségek Házában. Az alkotók Konstantin és Vlada Liberova. Két egyszerű ukrán fotós, akik ugye élték civil életüket, és miután 2022. február 24-én kitört a háború, illetve Oroszország teljeskörű agressziót indított Ukrajna ellen, úgy gondolták sokan másokkal együtt, hogy valamit tennük kell. Tehát nem ülhetnek otthon, nem hallgathatnak, hanem vették, azt tették, amihez értenek. Vették a fényképezőgépet, megkaptak minden szükséges engedélyt, és elkezdték járni az országot, hogy dokumentálják azt, ami a 21. században nem szabad lett volna, hogy megtörténjen. Ezeket a szörnyű atrocitásokat, amelyeket Oroszország elkövet Ukrajna ellen, ezeket dokumentálják. Gyakran járnak kinn a fronton, voltak az első vonalba is, és ezért közvetlenül tudják látni és dokumentálni ezeket az eseményeket. Maga a kiállítás azok emberi sorsok. Például ezt a fiatalembert, akit a szemét elveszítette, ez egy mesterlövész volt. Most itt a kezében tartja az egyik szemét, teljesen megvakult. Ez egy óriási tragédia. Viszont ez a fiatalember most nősült meg. Mindennek ellenére van annyi hite, van annyi ereje,
hogy vissza tudott térni a civil életbe, és megtalálta a boldogságot. Éppen a liberováik dokumentálták, meghívták az esküvőjükre, és bemutatták, hogy akkora akarat ereje, akkora élni való ereje van az ukrán népnek, hogy minden szörnyűség ellenére kitartanak, nem kényszerülnek térdre, az lenne a legegyszerűbb, ugye. Kész, nincs értelme harcolni, feladtuk, ezt nem fogják megtenni, ezt soha nem fogja megtenni, és amikor meglátják ezeket a képeket, akkor megértik, hogy miért ül is ez a háború, miért van az, hogy Ukrajna egy lakosságával sokkal kisebb, területileg sokkal kisebb, lakosságban sokkal kevesebb, de harcol és kitart. És nem csak harcol és kitart, de meg is fogják nyerni ezt a háborút, meg is fogjuk nyerni ezt a háborút. Az, hogy Ukrajna győzni fog ebbe a háborúba, az nem kérdés. Éppen ezt az óriási élni akarást, erőt mutatják be a fotók, amely jellemzi az ukrán népet a szörnyűségek idején is, emelte ki a megnyitón Ukrajna magyarországi ideiglenes ügyvivője. A fotókiállítás több magyar városban kerül bemutatásra. Ezt a kiállítást Budapesten nyitottuk meg, Budapest után Pécset mutatjuk be, aztán Szegeden, és tárgyalunk most Nyíregyházával is, hogy a következő állomás Nyíregyháza legyen. Ugye számunkra nagyon fontos az, hogy az egyszerű magyar emberek ne fáradjanak bele a háborús hírekbe. Amikor bekapcsolják a televíziót, akkor ne kapcsolják rögtön el, hogy kész, nem akarok többet ezzel foglalkozni. Tehát számunkra ez nagyon veszélyes. Tehát veszélyes az emberi közöny, vagy az emberi belefásultság rendkívül veszélyes Ukrajnának. Mi úgy tudunk győzni, ha támogatnak minket. Mi jelenleg érezzük a magyar embereknek a támogatását. Rengeteg adományt kaptunk, bárhová elmegyünk, mindenütt baráti szóra találunk, mindenki odajön, vagy sokan odajönnek, hogy miben tudok én személy szerint segíteni. Ezt érezzük, és ezt köszönjük. Ameddig kitartanak, ameddig ezeket a szavakat halljuk, addig van remény, és Ukrajna így tud csak győzni, hogy érezzük ezt a támogatást. Ezért szervezzük ezeket a kiállításokat, hogy újra és újra ráirányítani figyelme, az emberek figyelmét arra, hogy a 21. században mi történik Magyarország közvetlen szomszédságában. Hogy ez soha többet ne ismétlődjön meg. Hogy ezek a szavak, amik elhangzottak a II. Világháború után, soha többé, azok valóban az legyenek. Soha többé ez ne ismétlődjön meg. Tehát az a béke, amit le kell, hogy zárja ezt a háborút, az valóban olyan béke legyen, amely kizárja annak a lehetőségét, hogy ez valaha is még egyszer megismétlődjön. A tárlat Ukrajna magyarországi nagykövetségének támogatásával valósult meg. A képek szeptember 15-éig tekinthetők meg, hétköznapokon 9 és 17 óra között. A belépés ingyenes. Beugró címmel nyílt kiállítása Herceg László festőművésznek. Az alkotó több mint 40 éve készíti műveit, melyeknél mindig az egyszerű megfogalmazásra törekedett. Most is ezt láthatjuk képein. Az akril és olajtechnikával készült festmények Pécsen a Civil Közösségek Háza Gebauer galériájában láthatók a nagyközönség számára. A kiállítási lehetőség hirtelen jött Herceg László számára, ezért is lett Beugró a címe. Egy tárlatnyi képe már készen volt a művésznek, csak tematikailag, stilisztikailag, mondani való szempontjából kellett felfűznie ahhoz, hogy egységes kiállítás létrejöhessen. Egyfajta rendet, kapcsolódást kellett kialakítani a képek között, amikor elrendezte a kiállításban. Érdekes módon ez 2003-tól 23-ig terjedő időszakból szedegettem ki az anyagot. Pogányi Gábor mondta korábban ezeket a képekkel kapcsolatban, amit ő még látott, hogy ilyen lírai, expresszív, vagy expresszionizmus
De én nem vagyok híve soha a besorolásoknak, mert az kötöttséget, fiókot, stb. Jelent, és egy besorolást mindjárt, ami az alkotói szabadságot korlátozza, véleményem szerint. Én mindig arra törekszem, hogy ehető, érzékelhető képet csináljak, kvázi műtárgyat, de azért levezetem a mai vizuális szemléletek közelébe. Mert ugye azért hosszú idő alatt az változik, de hát én azt az egyenes vonalat, amit kijelöltem magamnak, oldalról bebecsalok egy-két dolgot. Egy festménye, az áttörés nem volt még kész. Arra törekedtem, hogy miután a Teremtés című kép az adva volt, hogy szemben a kontraszt, az áttörés, ugye az hátételesen veszük, akkor az rombolás, tehát erre a kontrasztra, és a közte meglévő életünk lehetőségeire, a szépségre, lírára, a természet ünnepére, stb. Mindenre ki tudjon terjedni, és ne lógjon ki semmi azért mégsem a sorból. Úgyhogy így próbáltam összeállítani az egészet. Teremtés című festményénél a sötétség és a fény szétválasztása is jól látható. Majd a fényben eltűnő lány azt ábrázolja, amikor az úr megteremti a férfit és a nőt, mondja Herczeg László. A másik teremben már az élet folytatása látható művein. A Mindenség ablakai című kép, amelyiken, ha kitekintünk az ablakon, benne van a világegyetem, égi jelek szerepelnek rajta, szerepel a tojás, ugye a születés, és akkor folytatódik, hát amilyen az életünk volt, meg a történet, a keresztformákkal, és a keresztformánál fölmerül a kérdés, ugye, hogy keresztforma, kereszt, megfeszítés, halál. És következik a másik kép, ugye az utolsó utáni nap, Beckett drámából, annak a címe. Nem tudjuk, hogy az milyen, én sem, csak ilyen kocsányos maradványokat próbáltam létrehozni azon a képen. És ez a sornak, ez a gondolati sor, ez befejeződik, és kint folytatódik ugye a kontraszttal, az áttöréssel, ami egy meglévő dolgot szétrobbant, beleértve esetleg ezt is, ugye egy vallási virágzatot, és annak a következményei átszakad itt, ott, ez, és mindegyik áttételesen értendő, tehát valami átszakad, megindul a járanlás. Ezt le lehet vezetni és társítani különböző képzeteket hozzá, történéseket, de én csak szikáran a jelenségre koncentráltam, tehát mint fogalmakat próbáltam megfesteni. És így van összefüggés a dolgok között. Herczeg László 1970 óta fest, ennek már éppen 53 éve. Lantos Ferenc vizuális művészeti műhelybe járt képezni magát. Ez az időszak 1979-től 1982-ig tartott. 82 környékére, mikor a Lantosnak a kurzusokat befejeztem, akkor váltam ilyen profi szintű, az Erdős. János sajnos meghalt most. Nem régen, hát ilyen professzor és állandó kiállítóvá. És attól kezdve folyamatosan, és azok a jelek, amik akkor azon a képen előkerültek, gesztusok, vissza-vissza térnek folyamatosan. Tehát valamiféle konzekvencia mégis felfedezhető a munkáink között. Azóta rendszeres kiállító, az évek folyamán mindig az egyszerű megfogalmazásra törekedett. Munkái megtalálhatóak magán- és közgyűjteményekben. Akril és olajtechnikával készülnek festményei. Akvarelbe egy jó darabig jó voltam, ezt nem én mondtam, hanem mások, és hozzáértő szakember, meg hát nevezetesen a Harasztipali bácsi, és
azt mondta, hogy ez érdekes dolog, mert ez fordító szokott lenni, és szerettem a vizes technikát. A másik pedig az, hogy az aklit azért szeretem, mert gyorsan szárad, és a gondolatmenetemet le tudom követni, tehát nem kell várni. Alaprima az nekem az annyira nem megy, és az olajnál azért kötöttem ki a végén, amikor már teljesen készen van benne minden, akkor fejezem be vele. Finomítok, művesét eszem. Tehát ez akár vegyes technikaként is alkalmazom, de külön-külön is. Egy rögtönzött bemutató is következik egyik festményével kapcsolatban. Kicsit mélyebbre is betekinthetünk alkotói gondolkodásába is a művésznek. Ezeken a képein az amorfal foglalkozott. Amikor egy, kettő, három ugyanaz a motivum már szerepelt különböző variációban, akkor megpróbáltam az amorfot, megváltoztatni az amorf formákat, és itt a 3+1-nél van egy képbe bejövő amorf forma, van középen egy hát majdnem úgy kifejező lelki töltésekkel rendelkező forma, és van mögött egy, amelyik kifelé is néz, befelé is néz, tehát három amorf formát állítottam egymás mellé, megváltoztatva korábbi tendenciát, és egy átmenő fedőt, és így lett 3+1. Mert ugye hát a kompozíció miatt azért ez lényeges, hogy ott van. De akkor aztán igazándi voltam, már jelentősége is lett annak, hogy az ott van. Tehát ha azt kivenném, akkor az egész kompozíció szétdőlne, így pedig együtt van. A Beugró című kiállítás képei Pécsen a Civil Közösségek Háza Gebauer galériájában a nagyközönség számára megtekinthetők szeptember 19-éig. Kanics Dorottya képzőművész munkája is látható a Lokárt Kortárs Képzőművészeti Fesztivál kiállításainak sorában. Egyik képe a Művészetek és Irodalom Házában, a másik a Zsolnai negyed M21 galériában. Ez a fesztivál egész nyárra beköltözött a belvárosba és a Zsolnai kulturális negyedbe. Szeptember végéig még megtekinthetők a kortárs művek Pécsen. Egy régebbi munkája látható Kanics Dorottya képzőművésznek a Művészetek és Irodalomháza játékterében. Több alkotótársa is itt mutatja be műveit a Lokárt Pécsi Kortárs Képzőművészeti Fesztivál keretén belül. Újra gondolta, dolgozta a még egyetemista korában készített képét. Akkor csak egy felhőformátum volt, és a kék csíkok voltak ráfestve, és aztán tovább dolgoztam még rajta. Egy jó, nem tudom, 8-9 évvel azután, és aztán még 2 éve is. Tehát ez így egy, tehát azon ráírva, hogy 2010-től 23-ig készült, de utódolgozás történt vele, és utána kerültek rá ezek a különböző motívumok. Olaj- és akrilfestéket használt a vászon megmunkálása során Dorottya. Ennek a felhőszerű alkotásnak Pécsi iskola, Pécsi álom a címe. Nem volt tudatos, de később felfedezte a pécsi mesterek hatásait saját művén. A csíkok, amik követik a vászonnak a szövés mintáját, ilyen munkái voltak a Losonci tanár úrnak is, illetve ezek a narancssárga foltok pedig kicsit somodisak, úgyhogy, de ezek csak így utólag estek le, hogy lehet, hogy ezek történtek így a fejemben, és az ezoterikus motívumok, azok sajátok, azokat nagyon szeretek csak így rajzolni, ilyen absztrakt formákat, amik mégis valahogy figuratívak lesznek, és ezekben van sok vázlatom, és akkor a hármat, amelyik a legjobban tetszett, azt rá választottam, és kicsit kidolgoztam őket. Másik műve egy absztrakt és egyedi szőnyeg, mely a Zsolnai Kulturális Negyed M21 galériában látható. Amivel most elkezdtem egy éve dolgozni, az egy Taftingen nevű szőnyegkészítő gépfegyver, ahogy ugyanígy ki kell feszíteni a vásznat, és akkor egy ilyen
géppisztolyszerű fegyverrel kell lőni bele a fonalat, amit folyamatosan vág el, és azzal töltögetem ki a felületeket. Kanics Dorottya Pécsen végzett 2012-ben az Egyetem Művészeti Karán. Képzőművésznek vallja magát, mert a festészeten kívül számos más képzőművészeti ágban kipróbálta magát, és rendszeresen alkot is. Installációkat is szoktam készíteni, szociális művészeti projektekbe is részt veszek, hogy emberekkel, közösségekkel dolgozok együtt, ezt az üres tértársulat projektjeim belül szoktam végezni, de a festészet az mindig ott van, tehát van, hogy abból is inspirációt merítek. A doktoriskolát is végigcsináltam, de ott még a disszertációmon kicsit dolgoznom kell, hogy meglegyen a fokozatom, a doktori fokozat. Oda 15-től 18-ig jártam a doktoriskolába. Mindig visszaköszön az újrahasznosítás és a hulladék feldolgozás. Például ennek a képnek is a kerete egy utcán talált bútorlap, amiből ezt a fura alakzatot kivágtam. De sok újrahasznosító kézműves foglalkozást is tartok, különböző fesztiválokon ilyesmi, úgyhogy meg installációkat is gyakran olyan anyagokból készítem, amiket már mások kidobtak. Ugye az egyetem alatt ez a szociális vonal az jobban dominált, tehát akkor általában szegény embereket, cigánytelepi házakat lerombolt ipari csarnokokat, ilyesmiket festettem, de most gondolom a gyermekeim hatása miatt is ez a nagyon élénk, intenzív színek, abstrakció, gyerekrajzokat sokszor dolgozok fel, hogy gyermekeim firkáit így tovább gondolom, felnagyítom, kitöltöm színekkel. Szőnyegek is például azok alapján születnek. Most ez a élénk színek és abstrakció vonalon készítem a képeket. Jelenleg az Ancora Galéria, aki úgymond felkarolt engem, és szeptemberben például láthatóak lesznek munkáim a Budapest Contemporary kiállításon, úgyhogy oda készülök, és megnézzük, hogy mire van igény, vagy még munkák, amik jobban tetszenek, vagy érdeklődnek iránta, és akkor arra felé megyek. De szőnyegeket szeretnék készíteni, festményeket szeretnék készíteni, illetve ha van valami olyan pályázat, ahova lehet nagyobb installációt készíteni, arra támogatást szerezni, akkor azokat mindig szívesen elvállalom. A Lokárt Kortárs Képzőművészeti Fesztivál egész nyárra beköltözött a belvárosba és a Zsolnai Kulturális Negyedbe. Szeptember végéig még megtekinthetők a kortárs művek Pécsen. Véget ért a Pécsi Kör, a Pannon Televízió kulturális magazinja. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!